Az óvisok, illetve a kisiskolások énekeltek egyet, mondtak egy rövid köszönetet, aztán megrohamozták a játékokat, időt sem hagyva az avatásra. A gyerekek számára a mozgás, a kikapcsolódás örömét a játszóterek tudják biztosítani, és itt Sárberekben több mint 10 évvel ezelőtt létesült a fajátszótér, ami mint fából lévő eszközök általában nem biztos, hogy a leghosszabb életűek. Ezért most olyan játszóteret hoztunk ide Sárberekbe, ami bízunk benne, hogy nem 10 évre, hanem akár 20 évre is készülhet. Nagyon tartós eszközöket igyekeztünk beszerezni, azért, hogy nagyon sokáig az itt élő gyerekek örömére legyenek. Ahogy látható, két része van a játszótérnek, van egy kisebb gyerekek számára és egy kicsit nagyobb gyerekek számára, hogy mindenki megtalálja a magának való mozgási, kikapcsolódási, játszási lehetőséget, és hát az ilyen játszótér átadók arra is alkalmat adnak, hogy igazán leteszteljük a játékokat, mert hogy egyszer, amikor 50 gyerek lóg egy játékon, akkor látható, hogy az bírja a strapát, és ez bírnia kell hosszú időn keresztül is. A felújítás 3 hete alatt új játékok és parki berendezések kerültek a térre. A játszóeszközök mindegyike biztonságos, az uniós szabványoknak megfelelő, kiváló minőségű, időtálló anyagból készült és kevés karbantartást igényel. Én úgy gondolom, hogy ráfért, hiszen ez egy nagyon régi játszótér, és egy közkedvelt, ugye fajátszótérnek nevezett játszótérről van szó, amelyben nagyon sok elem, ugye a nevében is volt, a fából készült. Ők viszont nem bírják ezt a talajba való beásást hosszú időn keresztül. 2 korosztálynak készült, az egyik oldal a nagyobbaknak, a másik oldal a kisebbeknek. Az avaton egyben megtalálták a gyerekek, hogy melyik helyre kell rohanni, véletlenül se keverték össze, és jól el vannak, amint hallatszik. Az idei évben közel 107 millió forintot fordított az önkormányzat az utak, járdák és játszóterek felújítására Sárberekben.